kiállításunknak, Noé bárkája címet adtuk. Egy olyan címet kerestünk, ami a legtöbb embernek mond valamit, vagy a képzeletét megmozgatja. És hát ebben a bárkában juhok is voltak. Az egyik legenda szerint így jött létre a nemez, az első anyag, hogy az állatok megtaposták a bárka aljában a levedlet szőrt, és akkor megérkezve és a özönvíz elmúltával Noé apán kezébe vette az anyagot, elcsodálkozott és nevet kellett adnia, és azt mondta, hogy legyen ennek a neve nemez. A nemez készítés előtt visszanyúlnék egy picit a Fiatalok Népművészeti Stúdiójára, arra a mozgalomra, melyet Csóri Sándor nomád nemzedéknek nevezett. Ez a nemzedék a régi réteget kereste Kodály és Bartók szavaival, azt a magját a műveltségünknek, ami talán a legmélyebb és ami a legősibb. Ehhez akartunk visszatérni, erre akartunk támaszkodni úgy, hogy ezt magunk éltük. Tehát a táncot nem a színpadon akartuk, hanem magunk megtanulni, az énekeket magunk énekelni. Lehetőség szerint zenélni, 5 évig nagy bőgőztem. És nagyon sok rokon lélekre találtunk, és talán azért van a Magyar Művészeti Akadémiának népművészeti tagozata, mert ez a nomád nemzedék létrejött, és élt egy Makovesz Imre nevű csodálatos ember, aki fontosnak tartotta, hogy a népművészet jelen legyen. Ennek a műfajnak valahol köze van egy olyan érzéshez, egy olyan lelki állapothoz, ami talán a hátsó agyban van elrejtve, tudományosan megközelítve, tehát öntudatlan, és nem is nagyon értik az emberek, hogy miért vonzódnak ehhez a mesterséghez. Talán azt mondhatnám, hogy amikor valaki egy kis állatot megsimogat, vagy egy másik embert, vagy hozzáér a hajához, és nem tudja elmagyarázni magának, hogy miért jó ez, vagy miért szép, valami ilyesmi zajlik le abban, aki a gyapjúhoz hozzányúl. Életünkben már nagyon sok kiállítást rendeztük, általában a saját kiállításainkat, meg a társainkkal közöset is mi szoktuk megrendezni is, meg kitalálni a koncepciót. Végül is megihlettek ezek a csúnyanat dobozok, amiket először ki akartunk rakni innen teljes egészében, de aztán ebben a felállításban, ahogy most is van, jött az az ihlet, hogy összekötni gerendákkal, kialakítani tulajdonképpen olyan, mint egy nemes sátor, egy belső kisebb teret, ami már egy kicsit otthonosabb. Ez volt az első dolog, ami ugye ezt meghatározta, és akkor ehhez alakítottuk, tehát ehhez a 4 évszak, vagy mondjuk azt, hogy téli-nyári napforduló, tavaszi-őszi napi egyenlőség. És a napok, a középső napok jellemzik azt az időszakot, és ugye 3 nap van mindegyiken, az egyik pedig a múlt és a jövő, tehát az előtte való időszak és a következő időszak. Na most a másik, ami ugye elég meghatározó teremben, az a táltos dobok. Nagyon régóta foglalkozunk ugye az ősi magyar hitvilágnak részehez. Benne vannak a magyar népmesékben, például a nagy öregnek a 3 világa, ugye az alsó, középső, felső világa, ahová a legkisebb királyfinak vagy fiúnak el kell menni azért, hogy a középen lévő problémát megoldja. Például, hogy a sárkány ellopta a napot. Mivel István életművéhez hozzátartozik párja Nagymari, és a gyermekei, és 3 gyermekünk van, és 5 unokánk, ezért számunkra természetes volt, hogy ők is szerepelnek ezen a kiállításon. Így például ez a rész, ahol most vagyunk, ez Anna lányom és az enyém. Itt az volt a dolog, hogy amikor a tavaszi kapun valaki kilép, akkor valami egész más világba lépjen, mint az a belső kapu. Tehát ott a hagyományos minták, itt pedig egy modernebb felfogású minták, vagy tárgyak vannak. Ez a nemeznek az új korszaka tulajdonképpen. És aztán van az alaksor, amit menet közben kaptunk meg, és megoldotta azt a problémát, hogy hogy mutassuk be azt, hogy mi erős kutatók vagyunk, hanem ez egy majdnem kihalt mesterség volt, amit 1971-ben kezdtünk el kutatni. Több mint 60 utazást tettünk a nemez nyomában, ezek ott nyilakkal jelölve vannak. Körbe veszik az eredeti helyszíneken készült fotók, és az eredeti nemeztakarók, amit hazahoztunk.
És ami még fontos, a tanítás, tehát a tanítványok. Mi mindig mindent megosztottunk mindenkivel, rengeteg, tehát megszámlálhatatlan tanfolyamot tartottunk, ahol mindig az adott tudásunkat maximálisan átadtuk. Hát olyan tanítványt hívtunk meg, akik már elérték a népművészet ifjúmesterek címet, mint ahogy a lányunk és a fiunk is népművészet ifjúmestere. Nagyon gyakran teszik fel nekünk ezt a kérdést, hogy mi is a nem ez, és röviden azt szoktuk válaszolni, hogy összegubancolódott szőr. Ez azt jelenti, hogy a szőrszálak úgy néznek ki, mint egy fenyőtoboz, pikkelyek, amik kinyílnak, ezért ezeket közel kell hozni egymáshoz, hogy beleakadjanak a pikkelyek egymásba. Ezen kívül van egy gubancolódás, az azt jelenti, hogy a szálak a víz hatására, mint a kígyók tekergőznek, mint a horgászdamil, egymásba gabajodnak, és nem lehet széttépni. Tehát egy nem szőtt kelme, ami a világ legősibb kelméje, és reméljük, hogy egyszer azt a rangot is megkapja, hogy a világörökség része lesz.